A munkatanulmányozásakor a munkát részekre bontva vizsgáljuk, elemezzük. A munka fő részei: termelési folyamat, munkafolyamat, munkaművelet, munkaműveletelem, munkamozdulat. A munka legnagyobb egysége a termelési folyamat. A termelési folyamat egy termék előállításának folyamata. A termelési folyamat például a növénytermesztésben a kukorica előállításának folyamata, a talaj előkészítéssel kezdődik, a vetéssel folytatódik, a magból a növények kikelnek, növekednek, szükség szerint végzik a növényápolási, növényvédelmi munkákat. A növények megérnek, és a folyamat a betakarítással befejeződik. A termelési folyamat a mezőgazdaságban egy megszakítás nélküli folytonos biológiai folyamat. A növények növekednek folyamatosan, függetlenül attól, hogy emberi munkára szükség van-e vagy sem. Az ember a munkavégzéssel tudatosan a biológiai folyamatokat segíti a termelési eredmények fokozása érdekében. A munkafolyamat a termelési folyamat munkával kitöltött része. Például munkafolyamat a kukoricatermesztésben a betakarítás. A betakarítás munkafolyamata magában foglalja a szár levágását, a szem morzsolását, a szem a szár elszállítását a tábláról. A munkaművelet a munkafolyamat önálló, technológiailag egynemű része. Például a kukorica betakarításnál a szemszállítása, amelyet azonos eszközzel szállítójárművel végeznek. A szemszállítás a felrakással kezdődik, majd a szállítás következik. És a lerakással fejeződik be. A munkaműveletelem a munkaművelet jól elhatárolható, azonos módon végzett része. Például munkaműveletelem a szállításnál, a felrakás, illetve a lerakás. A munkamozdulat a munkavégzés legkisebb, de még jól elhatárolható része. Fontos a mozdulatok sorrendje és összehangolása. A fölösleges mozdulatok a dolgozók kifáradásához vezetnek.